hogy ilyen lehetőségek nyíltak, ez egy kicsit más mozgás. Tehát én a kiskoromból akár a befagyott jégpályákon, akár a szántóföldeken, ha víz volt, befagyott, azóta korcsolyázok, vagy ez természetes volt, hogy a télen a foci helyett akkor kompenzáltuk akár jégkoronggal, vagy síeléssel. Én tényleg nagyon örülök, mert az, akkor, mikor döntöttem a foci mellett, döntöttem nem a hoki mellett, a jégkorong mellett, de nekem ez egy élvezet. 10 év után először állok megint a saját korcsolyáimon, úgyhogy örülök neki, hogy egy kicsit változás, és a gyerekek is élvezik egyértelműen. Fannif miatt indítunk egy férfi csapatot szerintem, jó korizik. Nem akarom azt mondani, hogy jobban megy neki a hoki, mint a foci, de sajnos most ezt mutatja, úgyhogy remélem, hogy ez megváltozik majd a fölkészüléskor, de tényleg most vicc nélkül egy más foglalkozás, más izomzatok kapnak teret, de tényleg csak az egészséges játékosokat vállaltuk, hogy kijöjjenek, többiek edzenek, de úgy látszik, aki kijött, az élvezi a játékot. Egy valakire vagyok kíváncsi, a Balucának a mozgását légy szíves értékel. Hát ő megtalálta a párját, ezt a kis 30 kilós pingvint, szóval ebben próbálkozik, de örülök neki, hogy ő is nem adta föl, és próbálkozik, már nem is tud annyira, de csinálja.